Elsőként a megújult piacot vehetik birtokba a nyírmadaiak. A városban indult átfogó fejlesztés sorozatnak köszönhetően új polgármesteri hivatal is épül, az alapokat a roskadozó városháza mögötti területen fektették le. Ezt az épületet le is bontják az augusztusi átadásig. A helyén parkolókat pihenőpadokat alakítanak ki. A komplex beruházás közel 200 millió forintba kerül. Az alaptámogatás az 95%-os intenzitású és az 5%-. Kis pályázható a BM önerő alapot, aminek a felét kapja meg a település, hisz olyan infrastruktúrális helyzetben van. Tehát azt jelenti, hogy a közel 200 milliós beruházás 2,5%-os önerővel közel 5 millió forintba kerül a településnek. A városfejlesztés része a művelődési központ korszerűsítése is. Itt 1968 óta nem történt nagyobb átalakítás, most zajlik a teljes átépítés, többek között nyílászárókat cserélnek, külső-belső hűszigetelést végeznek, de a teljes gépészeti rendszert is modernizálják. Szeptemberre tervezik az átadást. A városban egyébként a napokban egy ökoturisztikai beruházást is befejeznek. Május 1 ezen a 11 hektáros területen számos szabadidős programot tervezhetnek az ide látogatók. Első lépcsőben egy közel két hektáros tavat alakítottunk, ami egy régi tómeder kitakarítási megépítése volt. Ehhez kapcsolódott most egy 93 milliós EAOP-os beruházás, ami 90%-os támogatás intenzitású. A szőlőlaposi horgásztó körül sétányt építettek, padokat, szalonna sütőket helyeztek el, de többek között két játszóteret is kialakítanak. A program lehetőségeket bővíti, hogy ehhez a területhez kapcsolódik egy erdei tanösvény és a Móricz Zsigmond túraútvonal is.